A 2014. szeptemberében indult Otthon melege program eddig közel 17 milliárd forint keretösszegben biztosított támogatást, melynek eredményeként a kormány beszámolója szerint mára több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult. A mostani támogatás az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető, a támogatás maximális összege 2,5 millió forint. Ez a program az 1995 vagy 1995 előtt épült családi házakra vonatkozik, amelyek 135 négyzetméternél kisebbek, és vállalják azt, hogy energetikailag fejlesztenek. Milyen fejlesztés ez? Külső szigetelés nyílászáró csere, a fűtési rendszernek a felújítása, cserélése, utalnék a kondenzációs kazánokkal kapcsolatos problémakörre, sokan most ki tudják cserélni, és harmadik elemként pedig maga a megújuló energia, napelem, napkollektor. Ebben a 65 négyzetméteres újfehértói házban egyedül neveli két gyermekét Verdes Viktória, aki azt mondta, szeretné kihasználni az új pályázat lehetőségeit. Nem működnek a hajtókarok, illetve a fa anyag miatt el van vetemedve sajnos, úgyhogy már a szigetelése is elég rossz. A házat 2003-ban részben felújították, azonban a nyílászárók cseréjét már régóta tervezik. A pályázati lehetőség most egy komplexebb felújításra is forráshoz juttathatja az egyedülálló anyát. Korábban a ház egy nagyobb felújításon esett keresztül, 2003-ban viszont akkor mindent nem sikerült megcsinálni. Most nagyon aktuális lenne a nyílászáróknak a cseréje, amin korábban is már tervben volt, viszont a pályázati lehetőség jó alkalmat adna arra, hogy a szigetelést is javítsuk a házon, illetve a napelem szintén egy fontos dolog lenne. A támogatási kérelmeket a pályázati portálon keresztül elektronikus úton nyújthatják be az ügyfelkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2016. július 1-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A pályázati útmutató április 7-től csütörtöktől tekinthető meg a kormány.hu weboldalon.